Üdvözlök mindenkit, Mákrém vagyok, jöjjenek is Battlefield Hardline OP-ság. Ki fogjuk tárgyalni egyrészt a, a fegyvereket, hogy OP-ke bizonyos fegyverek, létezik egyáltalán, hogy OP fegyver, hogyan lehetünk OP-k, gyakorlatilag mitől válik, egy fegyver OP-vá és, és úgy, és, és úgy általános, amivel, hogy ugye játszunk a többiekkel és beszélgetünk arról, hú ez a nerfölni kell, hú ez OP, hú ez és, és valóban azért el kell ismerni a Battlefield Hardline-ban e, vannak furcsaságok Szere, hát, szeretném, a kifejdenétek véleményetek hogy mit gondoltok, mely fegyverek lennének azok, amiket sürgősen kellene e, javítani e, és közben emellett én is kifejtem, hogy mit gondolok ezekről a dolgokról ha valami furcsát érzékelnétek a hangomban, az azért van, mert vettem egy új mikrofont, hogy, hogy egy kicsit tisztább legyen a hangom, egy becsületes stúdió mikrofont magyarul, egy becsületes felszereléssel mellé, hogy egy kicsit jobban érzékeljétek a hangszínemet, hogy jobb, mert, mert azt vettem észre, hogy a régi mikrofonnal az egy ilyen normál headset mikrofon volt, bár, bár jó volt, jól rögzítette a hangot, de a, a hangszínem, a hanglejtésem, szóval tehát a különböző dolgok, amivel jobban érzékelnétek azt, amit mondani szeretnék, az nem hallható ki ilyen jól. Úgyhogy remélem, hogy ezzel a mikrofonnal azért már jobban hallatszódnak a dolgok tulajdonképpen. Ezt remélem. Tehát, ha kíváncsiak vagytok, lefilmeztetem, megnézhetitek, hogy hogy áll most a felszerelés öt gyakorlatilag, és kaptok egy képet, hogy mondjuk hogy lehet elkezdeni, vagy mi az a minimál szint, amivel mondjuk youtube lehet, stb. stb. Na, de térjünk rá a fegyverekre. Illetve a játékról általánosan, hogy most OP nem OP, -e, azért is láthatatok kezdetnek itt egy ilyen kis helikopter klipet, mert lehetne mondani helyből azt, hogy a helikopter elég OP tud -e lenni. Bár hogyha helikopter és helikopter csatára kerül sor, akkor már nem annyira. De a ha egy helikopter van a levegőben, vagy kettő ellenséges, akkor elég op tudnak lenni együtt. Sőt, a legtöbb játékmódban OP-k tudnak lenni. Például mondhatnánk ezt. De nagyon könnyen fordulhat is a kocka, úgyhogy most erről fogunk beszélni egy kicsit, hogy mi OP és mi nem OP. A gameplayek többi részén ilyen normális fegyveres gameplay fogtok látni, aféle jó sikerült jeleneteket, semmi extra, csak hogy lássátok a fegyverek változatosságát, és hogy mennyire lesznek effektívek, nem effektívek, például a csipát, ugye, amit itt láthatjátok, lesz shotgun is, hogy most az mennyire egy shot, one shot, egy halál, vagy hogy mondják ez one shot, one death, féle halál és és úgy általánosan fogunk egy kicsit beszélni a fegyverekről. Mert, mert ugye ahogy játszunk mi is a haverokkal, azért egy-két dolgon azért ki tudunk lenni akadva, de a háttérben valami más munkák az. Nekem van egy véleményem erről az op dologról. Ha bár beta játék, biztos vagyok benne, hogy a, 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 közösség nyomására fognak nagyon sokat változtatni a, a játékon, amire ez, ez kijön valamikor márciusban. És és akkor kezdjük, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy először is terejük két témává ezt az egész dolgot, és beszélgessünk az egyelőre általam, ha igazságtalan akarok lenni, tehát nem is tudom, hogy fejezem ki, hogy, hogy, értsétek majd a végére, hogy mire akarok jutani. szóval beszélgessünk az OP fegyverekről, hogy melyekről gondolom úgy, hogy zavarnak a játékban sokszor, és gondolom úgy, hogy hogy némileg igazságtalanok tudnak lenni. Aztán kitérek arra, hogy mit gondolok valójában. Szóval úgy gondolom, tehát, hogy például a csipáknak a golyó ejtését egy kicsit minimálisra csinálták meg, és emiatt könnyedebbé vált a lövés, nem beszélve arról, hogy a egy lövés, egy halál távolsági faktorát megnövelték, szóval sokkal távolabbról is beadhatsz one shot kill öt gyakorlatilag, és emiatt uh, egyrészt jó abból a szempontból, hogy ú, eltaláltad futás közben az embert, meghalt, megjutalmaz, viszont uh, ez azt eredményezi, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok játékos nyúl hozzá ugye a csipához, és emiatt sokszor a játék átalakulhat valami csipázás uh, formává. Uh, tegyük fel például, ott van a, a shotgun, ami Amiről azt érzékeljük, hogy lőnek egyet, és már halottak vagyunk, és azt se tudjuk, hogy mi történt. A gránát hihetetlenül széles körben hat hihetetlenül erősen. Szóval tegyük fel távol vagy tőle, de még mindig képes elkapni, főleg még akkor is, hogy a száz az életet. Szóval nem érzékeled azt, hogy egy a távolsága, hogy a, növekedik a távolság közt és a gránát között úgy, úgy kisebbzik a sebzése is. Nem, mint hogyha lenne egy, 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 ilyen szabályos kör, ami alapján ugye százas sebezéses sebezéses század fog akkor ott van a G36C, M416 talán, M416 a legópép, annak sokkal növelték eleve a sebzését is, a BF4-hez képest, a golyószórását is, és a BF4-hez képest, úgyhogy egy eléggé pusztító gép lett. Viszont a G36C precíz, gyorsan lő, stb. stb. A AKM, ugye nem mondhatnám OP-nak, szerintem azzal kell egy kis tapasztalat, hogy az ember játszon, és egy viszonylag jó fegyver, de hogyha az ember megtanulja, akkor igen, igen, pörgős tud lenni. MP5K közelre halálosztó gépfegyver, például, de csak közelre, úgy gondolom, szóval. És most ezért így kifejtve azt, hogy mit, mit gondoltok, hogy ezek a fegyók azok, amelyek melyeken változtatni kéne, a gránáton, a Shotgunon, M4-16, egy kicsit 4 négyesíteni, stb. 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 Tehát ezek azok a fegyverek, mire úgy érzékeltem, hogy mm, furcsák, mások, valahogy, valahogy. És itt e, szeretnék kitérni arra, hogy e, hogy mi, mit gondolok a valódi dologra, hogy, hogy létezik-e olyan, hogy OP fegyver, létezik-e olyan, hogy, hogy e, tehát így, így általánosan, hogy valami fegyver nem stimmel a játékban, mert hogy mert hogy nem stimmel, és, és a, a valódi véleményem az, hogy igazából nem létezik OP ö, fegyver, inkább OP játékos létezik, és ö, nem gáz, hogyha egy-két fegyver ilyen unbalanced tulajdonképpen, a probléma ott lesz, amikor maga az az OP, az a tapasztaltabb játékos fogja azt a fegyvert, tegyük fel egy shotgun amit itt láthatok, ne az én kezemben, én, én speciál viszonylag ügyetlen voltam a shotgun -nal, sokszor nem is adta be ilyen egy shot, ö, egy kill című történetre, és, és úgy gondolom, hogy egy fegyver attól válik igazán, OP-vá, hogyha a használója az. Tehát, ha kitanulod például a shotgun hogy hogy nagyon jól játsz vele, akkor a shotgunnal hihetetlenül uh, OP leszel. És biztos vagyok benne, hogy vannak Battlefield négy játékosok, például, akik uh, shotgun -ak, vagy jól játszanak, és folyamatosan azt kapják a, 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 a chatbe, hogy noob shotgun-os, noob shotgun Ez, ez gondolom, ugyanígy működik itt is. Tehát uh, nem szeretném azt mondani egy fegyverre se azt, hogy, hogy OP, mert, mert mert nem attól válik OP, ahogy a, a, ahogy a maguk a játékészítők megcsinálják. Beraknak neki nagyon jó adatokat, ezzel egy széles körben. Játszhatóvá teszik a játékokat. Tehát a gyengébb játékosok is tudnak vele elérni sikerélményeket. Na de viszont, amint az a gyengébb játékos tapasztalatot szerez, és egyre jobb lesz az adott fegyverrel, mert ahhoz, hogy egy, egy fegyverrel játékban jó legyünk, kill kellenek. Sok kill tapasztalat kell, hogy kiismerik a fegyvert, és, és uh, vagyok be, Hardline-ban a, a lövés teljesen más, mint Battlefield 4-ben kicsit nehezebb mondhatni ezt. De amint kitapasztalod a fegyvert, uh, Ultimate op -vá válik az a fegyver. A kezedben, és, és nagyon jó kezdesz elleni vele, de ahhoz kell az a 3-400 skill. És úgy gondolom, hogy ettől válnak ezek a fegyverek igazán OP-vá. Nem mondanám, hogy, hogy. De például az AVM nevű csipa bizonyos szempontokból túl effektív, mondjuk azt járművek ellen. És, és viszont nem sajnálom azt, hogy megnövelték azt a távolságot, ahol, ahol egy lövéssel leteríthetsz egy embert. Mert, mert BF4-ben, hogy mennyire rossz az, hogy ott van tőle 15 méterre egy ember, meglövöd a csipával, gyönyörű nószkóp és túléli és esetleg lelő utána. Itt nem, itt a jó Isten megadja, 20-30 métert gyönyörű dragscope-ot lenyomsz, sőt, quickscope-ot lenyomsz, és, és beadja másodkinek, az egy nagyon jó jutalomérzés, és jó. Csak mivel, hogy, hogy, tegyük fel, a Battlefield játékosok nem nagyon vannak hozzászokva, hogy ilyen OP fegyvereket kapnak, így aztán sokszor hozzányúlnak, mindenki ki szeretné próbálni, ez még a játék elej, aztán hamarosan úgyis szétválasztódik ez az egész, és, és nem minden pálya fog csipa játékra kiéleződni, nem minden pálya fog M4-16-ra kiéleződni, viszont, viszont, el, tehát bele kell gondolni, én úgy gondolom, hogy, hogy kellenek olyan fegyverek, amik balanszolta, balanszoltak minden játékstílusra, balanszoltak többféle játékosra, és és ne felejtsd, én, Speckó, úgy gondolom, hogy nem létezik olyan, hogy OP fegyver, ez a játék más, mint a Battlefield 4, nem szabad arra számítani, mint hogy hogy 4, de erről is fogok beszélni majd egy másik videóban. Úgyhogy um, erre készültek. Itt mások a fegyverek, könnyebben halsz. Nem azért, mert OP-k a fegyverek, hanem azért, mert könnyebben halsz, és kész. Szóval, um, ez gondolom én. Uh, Kíváncsi vagyok a ti véleményetek. Ti hogy álltok? Ti nörfölnétek azért egy-két fegyveren? Uh, én, én nem tudom. Nörfölnék is, uh, meg nem is. Valahogy úgy meghagynám ezt az érzékenységét ennek a ennek az egésznek Nos, ennyi lett volna röviden Remélem, hogy tetszett a videó fecsítek ki a, a véleményeteket mert, mert, mert kíváncsi vagyok Nem mondom azt, hogy nem változtatnék a játéknak egyes részein Viszont na, én elégedett vagyok a, Úgy, úgy általában a fegyverek teljesítményével Csak meg kell velük Lőni. Meg kell szokni az új gránátot, meg kell szokni az új csipet, meg kell szokni azt, hogy ha halsz, akkor érdekesebben fogsz halni, mint BF4-ben, mert, mert más a játék mechanikája, Frostbite Engine ide vagy oda, másképp fog működni. Na, ti min változtatnátok Battlefield Highline-on? Mi az, ami böki a csőrötöket és... és és szívesen változtatnátok rajta. Köszönöm a figyelmet, nekrakrém voltam, sziasztok!